Az utolsó szalmaszálat szeretné megragadni szombaton a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK az eddigi 12 fordulóban még nem szerzett pontot, de így is mindössze 5 pont a hátránya a már bennmaradás jelentő 10. helyen álló BKV előre mögött. Mivel a 13. fordulóban éppen a fővárosiak érkeznek a stadion tekecsarnokába, egy esetleges sikerrel már is közelebb kerülnének riválisukhoz és céljukhoz fintáik. A csapatnál annak ellenére nem rossz a hangulat, hogy egy tucatnyi vereséggel vagyunk már a hátunk mögött. Úgy gondolom, hogy mindenképpen az egész csapat azt szeretné, hogy végre valahára most már ez a nagyon rossz szériánk megszakadjon, és mindenki kőkeményen dolgozik a pályán azért, hogy most már végre egy győzelem következzen. Úgy gondoljuk, hogy minden adott erre, egy olyan BKV előrét kell fogadnunk, akivel azt lehet mondani, egy 4 pontos mérkőzést kell vívnunk idehaza. Mindenképpen szeretnénk most már győzelemmel diadalmaskodni, természetesen jobb eredményt kell produkálnunk, mint legutóbbi hazai mérkőzésünkön, de tényleg azt lehet mondani, a fiúk egy az egyben, mindenki nagyon szeretné már végre ezt a győzelmet. Remélem, hogy ettől nem leszünk görcsösek, hanem valóban kijön az, amit igazából tud ez a csapat. A Nyíregyházi Teke Klub BKV előre mérkőzés az ifjúsági csapatok találkozója után szombaton 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Tekecsarnokában.